nem fogjuk megúszni a koronavírus negyedik hullámát, és a közeljövőben várható, hogy egyre több fertőzött lesz. Erre hívta fel a figyelmet az M1-en Szlávik János infektológus. Ezt támasztják alá a legfrissebb szennyvízadatok is, amelyek a legtöbb helyen a koronavírus koncentrációjának további növekedését mutatják. Tegnap csaknem 300 új fertőzöttet regisztráltak itthon, és 16-an életüket vesztették. A szakemberek továbbra is oltásra buzdítanak mindenkit. Ma is, és ahogyan a hét minden napján, reggel óta érkeztek az oltásra a Borsod megyeiek. Az oltópontok hétfőn és kedden tovább vannak nyitva, így azok is, akik dolgoznak, zavartalanul fel tudják venni a védőoltást. Unokák vannak, azok is jönnek hozzánk minden páromat, és ugyanígy oltottuk. Úgyhogy meg félünk meg a nagyobb betegségtől. Azt így legalább megpróbáljuk, hogy ki korrigáljuk. Naponta átlagosan csaknem 250 injekciót adnak be a Miskolci oltóközpontban. Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy az oltakozóknak körülbelül 60%-a a harmadik körös oltásukra jelentkezik be, és arra foglal időpontot. Vannak az első oltásra jelentkezők is, természetesen jönnek, akiknek következik a második körös oltásuk is. Akik korábban valamilyen okból nem vették fel a második oltásukat, most ismét jelentkezhetnek, de időpontfoglalás szükséges hozzá. Most nyugodt leszek, hogy be vagyok oltva. Hát ugye én nem magamra, másokra is nekem vigyázni kell. Ha boltba megyek, még fölteszem ezt. Úgyhogy vigyázok nagyon, és másoknak is azt ajánlom. Külön idősávot kaptak a harmadik oltásukat igénylők, valamint a 12 és 18 év közöttiek is. A szakemberek szerint kiemelten fontos, hogy a fiatalok is minél nagyobb számban kérjék az oltóanyagot. Nagyon lényeges, hogy minél több fiatal legyen beoltva, hiszen már ismeretes, hogy a delta variáns megy döntően a negyedik vírust okozza, elsősorban az ő korosztályukat érinti, és amellett, hogy a betegséget elkaphatják, terjesztői is lehetnek a vírusnak. A járványügyi szakemberek arra kérik az oltatlanokat, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat minél hamarabb. Szlávik János infektológus az M1-en azt mondta, az oltottak kis százaléka lesz csak súlyos beteg, ezért nagyon fontos, hogy minél többen legyenek beoltva. Magyarországon elég jó az átoltottság, tehát elképzelhető, hogy ezért emelkedik ilyen lassan a fertőzöttek száma, de nem fogjuk megúszni a negyedik hullámot, tehát a közeljövőben várható, hogy még több fertőzött lesz. Talán annyiban nyerhetünk az átoltottságunkkal, hogy kevesebben fognak kórházba kerülni, illetve intenzív osztályra. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései alapján növekszik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja. A legfrissebb adatok alapján Győrben, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen emelkedik, Pécsen és Székesfehérváron viszont csökken a vírus örökítő anyagának szintje. Továbbra is folyamatosan nyitva az oltópont foglaló rendszer, minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni első, második és harmadik oltásra is. A beoltottak száma már meghaladta az 5.897.000-et, akik közül több mint 5.660.000-en már megkapták a második oltást is. És 816.000-re emelkedett már azoknak a száma, akik a harmadik oltást is felvették. Egy nap alatt 294 új fertőzöttet regisztráltak, és 16 beteg vesztette életét. Jelenleg 585 koronavírus beteget ápolnak kórházban, akik közül 86-an vannak lélegeztetőgépen.